Na mi ez egy gyerekek? Beszéljünk még egy kicsit a pénzről, hogyha van annyira témáztunk mostanában, YouTube kereset, meg minden. Ugye jönnek be a kommentek, meg az e-mailek, meg az üzenetek, hogy akkor mondjam már rá, hogy mennyit keresek én is. És ma jön egy-két hitetlenkedő komment is, mondva, hogy ne, nem hiszem, hogy annyit keresél. Ugye említettem a Hörbi meg Satszót, hogy max 10 000-et keresek, 10 000 forintot havonta felkerekítve. És én ugye válaszoltam, hogy kb. 40-50 000 körül keresek. És ja, jönnek a kommentek, hogy jó, az nem igaz, az túl sok. Na, de hát akkor nézzük meg, hogy mit mondnak a számok, gyerekek. Nézzük meg a számokat. Na, először, mielőtt nekifognánk a számoknak, mert ez már látom előre, hogy fel fog jönni, és nem akarok abba is majd vitatkozni a kommentekbe. Tehát meg szabad-e mutatni, hogy mennyi pénzt keresél YouTube-on? Ugye legtöbb ember nem olvassa el YouTube partner cége egyességét, de abba írja tisztán a hetes pont alatt. Confidentiality. Na, tehát angolul írja, magyarul nincs meg a szöveg, se unom lefordítani, de a lényeg az, hogy leírja, hogy nem szabad a partner egyesség fejében, ami kötelezed magad, hogy ne osszál meg részletes információkat, meg statisztikákat, click-through rates, tehát CTR, RPM, tehát az részletes információkat, statisztikákat a reklámokkal kapcsolatban nem szabad megosztani. Viszont, however, you may accurately disclose the amount of Google's gross payments to you, person to the program. Tehát accurately, hogy mondjak, tehát pontosan közzé teheted az infót, hogy milyen összeget keresél, tehát mennyit keresél a Google-ön, a YouTube program keretén belül. Na, tehát magyarul nem akarom most szó szerint fordítani, a részleteket nem oszhatod meg, a CTR, RPM, ilyesmi a részleteket, de megoszthatod, hogy mennyit keresél. Na, úgyhogy aki azt mondja, hogy nem oszhassa meg, hogy mennyit keres, mert a partner egyezmény miatt, vagy a YouTube tiltja, az nem igaz, mert nem tiltja. Na, úgyhogy ezt kitisztáztuk, akkor menjünk tovább, nézzük. Na, tehát jött egy komment ma a Herbi videója alá, ugye én is kommenteltem, és oda jött egy válasz. Mark Süveges, szia vegán! Ez a közel 50 000 forint nem tűnik reálisnak. Majd megnézzük a számokat mindjárt, lehet, hogy nem tűnik, de reális. Lehet, ma ráfelejtetted, de te magad mutattad meg fél éve egy videódban, hogy mennyit keresél valójában. Hogy felejtsem el, én csinálhatom a videót, nem más. Nagyon jól emlékszem rá, és most is azt fogom megmutatni, hogy mennyit keresek valójában. Akkor is azt mutattam, és most is azt fogom megmutatni. Nincs amit titkolózzak, és nincs amit hazudjak ezzel kapcsolatban, mert nem értelme lenne. Akkor a havi nézettséged a főcsatornán kb. 86 000 volt havonta, és a Social Blade a havi kereseted 21 dollártól 344-ig jósolta. Megmutattad, hogy valójában 21 alatt volt egy kicsivel a bevétel, tehát Social Blade alsó határa is túllépte a valós értéket. Ez volt fél éve, most pedig azt mondod, hogy ezt az alsó határt még be kell szorozni 2-3-mal. Ez nem tűnik reálisnak. Tévedés jogát persze fenntartom, mert tény, hogy mostanában dugik vannak a hirdetéssel a videóid, és nem tudom, ez mennyit befolyásol az eredményen.
Jó, tehát tévedsz, megmutatom mindjárt, hogy miért. És hát ugye most bejött az, hogy videó után még közben is be lehet tenni reklámot, az jobb megemeli valamennyivel, de nem dob olyan hatalmasat rajta, de valamennyit az is dob. De viszont ugye a fő tényező, ami megváltoztassa, az az, hogy azóta, ugye mikor volt, az mondtad, fél éve, nem is néztem vissza a videót, de azóta ugye sokkal több videót töltök fel, és sokkal rendszeresebben. Tehát az, ami itt igazából számít. Most a havi nézettséget kb. 212 ezer, ennek megfelelően a Social Blade 53-tól 847-ig tesz főcsatornádból, korábbi videót alapul véve, tehát bejön kb. 53 dollár. Az angol csatornád nézettsége kb. 80%-kal nőtt a korábbi videóhoz képest. Ha ezt az arányt veszem, fél évvel ezelőtti 12 dolláros bevétel, akkor angol csatornádon 22 dollár jött be havonta. Vegan Infót, a Social Blade, az a backup csatornám, ugye másodlagos csatornám, 3 és 43 dollár közé teszi, mivel itt is a magyar tartalom, ezért 3 dollár lehet a reális. Ezért összesen 40, 78 dollár, azaz kb. 22.500 forint. Ez persze többszöröse annak, amit Herbie tippelt, de közel sem 50 ezer, inkább a fele. Na. Ja, nincs ugye onnan tudjátok, mert csak azt tudja, ugye csak én tudom, mert én látom a számokat. Na, de mindjárt megelemezzük ezt, hogy miért van ez így. Oké. Tehát menjünk akkor a Social Blade-re, ugye. Kezdjük itt a kicsi csatornámon, tehát ez a székelyvegan.info másodlagos backup csatornám. Itt van No Network, tehát nincs partnercégem, ugye direktben a YouTube-ban vagyok partner. Itt mutassa, hogy 10 000 megtekintés az utóbbi 30 napban. Turi Tamással, ugye az élőadásunk, legutolsó videó. Ide ritkán töltök fel videót, egy-két régebbi videót felfeltöltök, néha ilyen archívumnak használom. Úgyhogy ha még nem láttátok ezt a csatornámat, tekintsétek meg, talán van olyan videó, amit nem láttatok. Na, és akkor itt vannak a statisztikák, ugye. Utóbbi 30 napban 10 000 megtekintés, 3 dollártól 43-ig. És mivel hogy ez a csatorna nem nagyon aktív, ugye, nem nagyon töltök fel videót, ezért úgy is van, tehát közel van a, tehát itt van az Analytics, az Overview, és 4,47, tehát 4,5 dollár kevesebb, mint 5 dollárt mutat, és a Social Blade mutatott 3-at, ugye. Úgyhogy itt kb. Az, ami a minimum a Social Blade, de egy kicsivel több. Mondjuk nem duplája, de másfélszerese. Oké. Akkor ja, ezen itt többet nincs is itt mint nézni. Tehát itt mondjuk most ugye mutat 3-at, kapok 5-öt mondjuk ugye felkerekítve. Na jó, de menjünk tovább, akkor most már menjünk nagysági sorrendbe, akkor nézzük meg az angol csatornámat. Tehát itt van az angol csatorna, nézzük előbb a Social Blade-et. Na, pont most frissíti fel. Vagy mit csinál? Menjünk egy refresh-et neki. Na, tehát itt van Robert the Banana Farmer. 117 uploads, 1048 feliratkozó. Utóbbi 30 napban 8700 megtekintés, 2-35 dollárig, amit satszol a Google, itt meg lehet nézni a full monthly, a full havi statisztikát, hogyha rákattintasz. Itt se vagyok, ugye networkon írja felül itt, hogy no network, tehát itt is direkt partnerségben vagyok a YouTube-ból, ugyanúgy, mint az összes többi csatornámon. És ja, 2-35-ig 8754. Akkor menjünk az Analytics-be, már láttátok az oldalt az előbb, ugye, de itt van. Tehát, ja, az utolsó 30 nap, ugye mindeniknél azt fogom mutatni az utolsó 30 napot.
és itt van 10, felkerekítve 14 dollár, 13,67. Na, de amit nem láttuk, az ez. Tehát itt van egy másik oldal, az Estimated Earnings. Itt vannak oldalak, amit nem tudok megmutatni, tehát mind az Ad Performance, ott vannak azok a dolgok, amit nem szabad megmutatni, de az összkeresetet ugye azt megmutathatod, hogy mennyit keresél. Na, tehát lássátok például itt, 30 dollár, ez december 26-án volt, és utána csökkent, ugye már nem nagyon voltam aktív, meg egyéb tényezőkön is függ, nem azért, hogy aktív vagy, függ, hogy honnan nézik a videóikat, mennyien kattintok reklámra, stb. De a 25-22, tehát még egészen a múlt héten így a 20-asokba dolgozott. De jó, ez volt, 30 körül volt a maximum így az utóbbi időkben. És most ugye lejött, most 13-26, 13-67, tehát egy kicsit meneget felfelé. Na, tehát ugye mennyi ez 14 dollár, tehát kevesebb, mint fele a maximumnak, amit amit a Social Blade mutatott. Ennyien a... Gyere ide, ne. Oké. Na, tehát ugye volt 5 dollár plusz annyi 14 dollár, tehát 19 idáig, ugye a kicsi magyar csatornámról, az angol csatornámról. Na, de mikor aktív vagyok ezen a csatornán is, akkor nincs snapshotom, nincs screenshotom most a Székely Vegánról, a fő csatornámról van, de két másik csatornáról nem nagyon csináltam ilyen snapshotokot. De mikor a keresetem 30 dollár volt, emlékszem, betekintettem ezelőtt néhány héttel, mikor pont 30 körül volt, és megnéztem a Social Blade-et is, 29-et mutatott, ha jól emlékszem, tehát a maximumnak, ugye, tehát annyit kerestem az angol csatornámon, amennyi a maximumot mutatott. Na már most nem látom, hogy vissza lehet-e valahol nézni. Itt vissza lehet nézni a napi feliratkozókat, összfeliratkozó szám, napi megtekintés, és összes megtekintés, plusz a havi átlag megtekintés. De azt nem lehet megtekinteni, megnézni, hogy mennyi a dollár. Még az hiányzik innen, mert van future projections, ahol meg tud nézni, hogy előrevetítve, hogy mik a jelenlegi állásod szerint, ugye elővetítik, hogy mik a jövőbeni számait, tehát a nézettség, meg feliratkozó, meg stb. De nem látom, hogy hol lehetne visszanézni azt, hogy hát meg akarom nézni, hogy egy pár hónappal ezelőtt mennyi volt az estimate. Na mindegy. Ne húzzuk el nagyon a videót, már 13 perc, gyorsan nézzük akkor a főcsatornámot. Tehát itt van ugye a Székely Vegán. Ja, itt van a csatornán, hát ugye socialblade.com-on, de bemész bárkinek, meg akarod nézni a csatornáját, beütöd ide a YouTube felhasználó nevet, és meg tudod nézni a csatornáját. Nem tudod mi, akkor ki lehet másolni ugye a YouTube-ról a linkből. Na, de itt is ugye nincsen network, tehát nem vagyok partnercég direkt a YouTube-ból. És nézzük meg a full monthly statistics. Tehát itt, ja, itt mutatja, hogy a 211 ezer hétet, 212 ezer nézés utóbbi 30 napból, 355 feliratkozó, és 53-tól 847 dollárig. Na már most ezek ugye a számkülönbségek, hogy az angol csatornámon, na várj előbb, akkor nézzük meg itt az Analytics oldalt.
Hát előbb nézzük ezt. Tehát itt van egy overview, tehát áttekintés az Analytics oldalon. Itt is ugye 212 ezer, nem fixre pont alal, ugye van egy kis eltérés a Social Blade és a YouTube között. Itt is van egy-két nap csúszás, de ugye ezt csak így nagyjából nézzük meg. Tehát utóbbi 30 nap, ugye így a last 30 days, 112 dollár, 212 megtekintés. Ugye, tehát volt a másik két csatorna, ahol 19 plusz 112. Ja, tehát ez 131 dollár, tehát ez mennyi, ez kb. 40 ezer forint. Nem tudom most a pontos árfolyamot, de legutóbb, mikor néztem, 300 körül volt de 290, 295 mondjuk. Ja, 38 ezer forint. Na de ugye, hogyha nézzük az előzőt, tehát most mutassam meg, hogy na, tehát itt van a visszamenőleg ugye 30 napra, itt ugye le lehet követni, itt mutassa a dátum szerint. December 26, 27, 106 dollár, 109, 114, 121, 122, 123. Tehát ugye ez nem konstans, ez megy, lásfej attól függ, hogy sok mindentől függően, ahogy az előbb mondtam, 125 dollár, 127, 130, 133. Szóval egész 45, tehát 134 dollár. Ugye, hogyha azt úgy számoljuk, mennyi volt 134, plusz mondjuk 5 dollár a kicsi a másik magyar csatornámról, plusz az angolról, mikor volt. Hát most ugye a maxot veszem, az utóbbi 30 napban ez volt a max érték. Ja, 170 dollár szorozva 295-tel az 50 ezer forint. Tehát ugye, hogy a valóságot mondtam, nem beszélek össze-vissza, mi annak az értelme. Tehát ha maxot veszük az elmúlt 30 napban, ugye 50 ezer forint, és hogyha ami most veszünk reálisan, akkor az 40 körül, egy kicsivel 40 alatt, de ugye ez naponta változik, úgyhogy hát itt volt 130, hogy akkor hosszabb videókat töltöttem fel, meg mit tudom még, miken függ, ott sok minden tényezőn függ. De látod, most milyen szépen itt be van állva 112, 111, 111, 112, 112, 111, 111, 60. Tehát, hogyha a rutinba belejössz, és ugye feltöltesz 2-3-4 videót egy nap, és konstans a nézettséged is fejlődsz, akkor ezek a számok ja, fognak nőni, vagy ugyanazon a szinten maradni, vagy egy kicsit nőni. Ugye egy kicsit közben csökken, egy kicsit nő, de a trendet azt ugye lehet látni. Na, tehát ugye, hogyha visszanézzük, és még itt ez a, ugye visszatérve arra a kommentre, az e-mailre, vagy amit az előbb beolvastam, ó, volt. Ja, ugye mondtad, hogy Mark, hogy az alsó határt be kell szorozni 2-3-as, ez nem tűnik reálisnak. Na de ugye, hogy reális, tehát 53-at mutat jelenleg, és 110, mennyi vagyok, 111, 112, tehát több mint duplája, ugye, mert 104 a duplája. De hogyha vesszük például ezelőtt egy néhány héttel, amikor 133-at mutatott, és azt hiszem van is egy izém, egy Social Blade snapshotom, látod-e? Mikor volt ez január elseje? Mikor volt a 133 január, azt hiszem 8 vagy 10-e, mindegy, azt hiszem olyan is van. Tehát 40 dollár mutat az egyik, 45-öt a másik. Január 2 volt az egyik, és a másik mikor volt? Január 11. Tehát közben csinálok egy ilyen snapshotot, mert ezt nem lehet visszanézni az egész szódot, az esztim. Na, tehát ugye 40 dollárt mutatott, amikor 133-at kerestem, igaz-e? Tehát 133-at kerestem, és 40-et mutatott. Tehát 3,3-szorosat kerestem. És most ugye, most jelenleg van 112-n, és elosszuk. Mennyit mutat? 53-at.
tehát 2,11-szeresít. Úgyhogy nem légből kapom ezeket a számokat, amikor mondom, hogy két-háromszorosával be kell szorozd az alsó értéket a Social Blade-en. Na már most! Ez ugye nem mindenkinél fog működni, mert attól függ, hogy mennyire vagy aktív. Tehát ez fog működni nálam, és fog működni Herbinél például. Tehát azért hozom mindig fel Herbit, ugye példának, mert ő is naponta feltűnt 3-tól 5 videóig, és én is naponta látnék nem 3-5-öt, de 2-3-at, bár volt olyan nap is az elmúlt hónapokban, hogy feltűntem 6-ot vagy 8-at is. Majd összeszámolom, mert mennyit töltöttem fel az utolsó 30 napban, ha talán valaki tudja, akkor szóljon. Tehát attól függ, hogy mennyire vagy aktív a Social Blade-nek az algoritmusa nincs ilyenre beállítva. Ugye megvan, ők ugye átlagba úgy veszik, de olyan ember, olyan nincs is a YouTube-on még, mint Herbie, mint én, kitőtt fel napi 3-tól 5 videót. Én nem láttam se magyar, se amerikai YouTube-ost, aki naponta 3-tól 5 videót. Biztos, hogy van, nem azt mondom, hogy nincsen, de elég kevés százalékát teheti ki a YouTube-osoknak. Na, úgyhogy nem tartsa a lépést a Social Blade, azt akarom ezzel kifejezni. Tehát ugye növekedett, mert ugye mutattam, mikor 133-at mutatott, akkor 40 körül volt, és lassan növekedik 53 most, de még hol van a 112-től, tehát kevesebb, mint fel itt mutassa, ugye. Úgyhogy, ja, nem mindenkinek, tehát hogyha most van egy videós, akit feltölt hetente egy-két videót, annak valószínű, hogy közelebb lesz az alsó értékhez, amit fog mutatni a Social Blade. De ugye, aki aktív és sok videót tölt fel, annak nem mutassa pontosan, mert ugye megmutattam, bebizonyítottam. Na, akartam-e még valamit mutatni? Ja, tehát itt van egy snapshot az overview-ról, az Analytics oldalamról. Január 9-ig, akkor gondolom 11-e körül volt. Ja, és írja is fent itt a snapshotnak a január 11-én volt ez a snapshot csinálva. Na! Tehát ennyi így dióhéjban, remélem, hogy tiszta mindenkinek, és érthető. Hogyha nem, akkor kérdezzetek még, vagy meséljétek el, hogy mi a helyzet. De ugye én szeretném látni embereket, más YouTube-osokat is csináljanak ilyen videót, bemutassák. Ugye még egy pár ember beszélt arról, hogy mennyit keres, például Turi Tamás beszélt egyszer róla, nem így ugye screen, mint én, ilyen részletesen, de mondta, hogy mit tudom, 3 havonta kap egy csekket, ugye, tehát havi 30 dollárt. Sanyóca vloggert láttam egyszer csinálni statisztikákat, meg mennyit keres még pár hónappal ezelőtt. De nem látsz nagy YouTube-osokat, ugye, aki egy kicsit több a nézettsége, én nem látom, hogyha van olyan videó, és én nem láttam, akkor tegyétek be a linket, hogy nézzem meg. De kerestem, és nem találtam. És ez elég szomorú, szerintem meg kéne osszuk, hogy működik, mennyit keresünk, hogy ez szerintem biztatást ad másnak is, hogy lássa, hogy igenis lehet egy kis pénzt keresni a YouTube-ból, és hogyha konszisztensen csinálod, és kitartóan, akkor ja, meg is lehet élni belőle. Na jó, most már nem is húzom tovább, itt bezárjuk a videót. Remélem, hogy
sikerül tiszta vizet önteni a poharba, de ha még valami nem tiszta, akkor szóljatok, mert itt tiszta lapokkal játszunk ezen a csatornán. Na jó, sziasztok!